Sziasztok, ez itt a Sárkány Radar, benne a DB Super Manga 81. fejezetével. Nagyon jó fejezetet kaptunk, és kiderült, hogy Gus mire képes az egyensúly formájában. Újabb képességeket mutatott be, amik közül az egyik a telekinézisre ment rá. Granola hősiessége szárnyalt, és ahogy elbántak vele, a brutalitás nagyon meg volt jelenve a fejezetben. Gus és a bátyja elképesztő kegyetlenségeket műveltek, és mivel nem találkozhattunk visszafogással, a merészség képes volt megidézni a DBZ-t. Vegitának a kiszedése a csatából megosztólag hathat, azonban amint Goku beszállt a küzdelembe, a hangulat nagyon hősiességet tudott árasztani. A kék formájának az ábrázolása szárnyalt, míg az azonnali átvitelt párbaj miatt kezd igazzá válni az a teóriánk, hogy a kívánság tényleg hatással lehet Gusséknak a képességeire. Kaptunk egy elhintést Gokunak az esetleges viselkedéséről is, ezért pedig lehetséges, hogy meg fog változni a hősünknek a személyisége. Miután megszületett Gusnak a tökéletesített örjöngő módja, arra gondolhattunk, hogy Gokuék egyszerre mennek majd rá, és szemléltetik, hogy milyen erős lett az új főellenség. A szál azonban inkább egy lerendezést szeretett volna bemutatni, mint ahogy annak idején Dermesztőt láthattuk a Namek szagában, amikor elérte a végső formáját. Ahogy ott Vegitát tarolták le, itt Granola vált a jellemzés tárgyává, vagyis érezhettük, hogy valami súlyos fog történni vele, ám azt nem vártuk volna, hogy direkt kivonják Vegitáikat a helyzetből, hogy ne tudjanak neki segíteni. Hiába volt magyarázat rá, a mozdulatlanság ellenére is látszott a hatásvadászat. Így úgy jártunk, mint Dermesztő gonosz példamutatásakor, amikor Piccolóék inkább végignézték azt, ahogy Vegitát halálra verik, mintsem segítsenek neki, mert annyira féltek az ellenségtől. Ezúttal ezt nem szerették volna betenni, hiszen az rosszul jött volna ki, hogy Gokuék csak azért nem akarnak Granolának segíteni, mert megijedtek az ellenségtől. Ezért lett szükség a mozdulatlanság technikára, amivel a hősiességük is megmaradt, hiszen érezhető volt, hogy bármi áron ott lettek volna Granola mellett. A mozdulatlanság technika elvileg azt váltja ki, hogy az illető végig nagyon nehéznek érzi magát, és egyszerűen nem tud mozogni. Hatásos választásnak mondható ez a képesség Gusnak, mert mutatták ezt megelőzőleg, hogy olyan tárgyakat tud teremteni, amik a nehézségükkel okoznak gondot. Csak most nem tárgy formájában küldte a támadást az ellenfélre, hanem alaktalanul, ami véletlenül így kivéthetetlennek számít. Ahogy azonban elkapták vele a hőseinket, majdnem olyan megvalósítást csíphettünk el, mint a szuperes Broly-nál, amikor Goku kicselezte. Ott is az történt, hogy Broly nem tudott mozogni, ráadásul abban a helyzetben is érezhető volt az, hogy a technikát nem nagyon lehetett kivédeni, mivel láthatatlan. És csak a nézőknek adtak jellemzést azzal, hogy hullámozva láttuk az erőt. Ez pedig ismételten visszavisz bennünket ahhoz a találgatásunkhoz, miszerint Gus váltogathat az eddig kitalált képességek, illetve technikák között, hiszen ismételten egy olyan támadást láthattunk tőle, amit egyszer már láttunk valakitől. És mivel a mozdulatlanság technikát is Gokutól láthattuk először, az ellenség továbbra is azt bizonyítja, hogy az ő stílusát követi. Így pedig az is valóra válhat, hogy a két gömbös sárkány kívánsága előtt Bardocknak a fia számította a legerősebb harcosnak az univerzumban, illetve a másik illető lenne Dermesztő, ha hiszünk ebben a találgatásban is. Azzal, hogy Vegeta erőt tudott adni a riválisának, bizonyította így a jelenet azt is, hogy Gus technikája valóban Gokuéra hajaz. Elvégre, amikor elkapta vele annak idején Broly-t, Broly is ugyanúgy használhatta az energiáját, különben a hősünk nem tudott volna úgy visszatámadni, hogy közben lemásolja Gokunak a technikáját. Elfogadható, hogy a szál indokot adott arra, amiért Vegeta nem harcolhat tovább, hiszen az Ultra Ego következménye sokat kivett belőle, míg Goku egy gyógyítás után van Monaitónak köszönhetően. Így elvileg neki több energiája volt, ehhez pedig hozzájött Vegitának a plusz energiája, ám így se hihető az, hogy olyan képformát tudott felszabadítani, ami dacolhat az egyensúlyformás Gusszal. Eddig úgy volt, hogy amint valaki átment egy új formába, olyan lett, mintha újult energiával küzdhetett volna. Ezért azt kell hinnünk, hogy Gus jelenleg tele van töltve energiával, hiába láthattuk azt korábban, hogy harcolt Gokuval, illetve Granolával is. Vagyis akkor is előnyben kéne lennie az ellenfelével szemben, ha nem számoljuk neki a formája erejét, hogy azzal sokkal erősebb egy kék formátor. Goku így elvileg olyan csatába ment el, ahol alapból ő számít a gyengébbnek, mégis olyan viselkedést, illetve rajzolást adtak a kék formájának, hogy őt higgyük az erősebbnek. Érezhető, hogy a történet visszatért ahhoz, amit zseniális teknőssel is bemutattak a mangás erők nagy tornáján. Hogy nem minden az erő és van, amikor az ügyesség, illetve a tapasztalat felül tudja múlni az erőkülönbséget.
Így nézve Gokunak meg kéne lennie az előnyének, mivel ő akkor is többet harcolhatott, ha számítjuk azt, hogy Gus többet élhetett a faja hosszabb életideje miatt. Ráadásul Goku mindig olyan ellenfelek ellen ment, akik világra szólóan a legerősebbeknek számítottak. Gusnak pedig Bardock volt a legerősebb ellenfele ez idáig a kívánság előtt, bár azt nem tudhatjuk, hogy Goku apja milyen erős volt pontosan. De bármilyen erős is lehetett, annyi tapasztalatot nem tudhat felmutatni, mint amennyit Goku, hiszen ő már többet élt az apjától, ráadásul így sokkal többet is harcolt. És mivel Bardock is olyanokat tudott mutatni Gusnak, amitől megdöbbent, Goku elvileg bővebb bemutatót tarthatna a harci módokból, és lehet, hogy ez is okkal szolgálhat arra, hogy ne íródjon le Gus ellen. Jól nézett ki, amikor Granola lövésre készen tartotta a kezeit, és végre megkaptuk azt, hogy elek ellen tudjon menni. Annyira aljasnak állították be Gus bátyját, hogy a sötét érzései a DBZ-s dermesztőjével vetekedhetnek, mert ő bánt ilyen lekezelően a csillagharcosokkal. Érdekesség azonban, hogy olyan kicserélő technikát láthattunk az azonnali átvitel segítségével, amikor az illető nem magát teleportálja el, hanem más valakit. De ez nem olyan volt, mint amikor Goku megfog valakit és magával teleportálja, hanem olyan, amit távolról is lehet irányítani, és látszott, hogy a kicserélésen volt a hangsúly. Lehet, hogy Gokutól is láthatunk majd ilyesmit, ami azt jelenteni, hogy ez is részese az eredeti technikának. Vagy Gus most fejlesztette ki, és a bátyja megmentése adta neki az ötletet, mert így védhette meg a leggyorsabban. A brutalitás ijesztően elevenült meg, mert úgy eltörték szegény Granolának a karjait, hogy ez elképesztő kegyetlenségnek számít. Ez is elég lett volna ahhoz, hogy komolyan vegyük az ellenség fölényét, de amikor még a szemeit is kilőtték a hősünknek, leeshetett az állunk, hogy mennyire merészé vált a történet. Volt vér, és még arra is ügyeltek, hogy sebesültnek lássuk a tekintetnek a környékét, ráadásul ebben a húzásban a kínzás is benne volt. Gus direkt nem lőtte át a hősünk fejét, mert azt akarta, hogy csak a szemeit veszítse el, ami a legfontosabb egy Szereliánnak. És az is ott lehetett, hogy a bátyjának szerette volna átadni a kivégzést, ezzel is jelezve azt, hogy ő számít a főnöknek közöttük. A gonoszság szörnyen eluralkodott elekben, és ahogy Granola hátába került, nem csak a kiváló rajzolásra figyelhettünk fel, hanem arra is, hogy a fegyver nem egyszerű lézerpisztoly lehet. Valami folyadék is lehet a fegyvernek az agyában, és lehetséges, hogy ettől számít olyan erősnek a lövése, hiszen Granolának a testét egy sima lézerfegyverrel nemigen lehetne átjukasztani. És az nem lehet most érvényes, hogy azért ment át rajta a lézer, mert figyelmetlen volt, és ilyenkor neki is sebezhetővé válik a teste, hiszen tudta, hogy csatában van. Így lehetséges, hogy Elek sokat remélhet a pisztolyában lévő folyadékból, és ebből szeretne többet megtalálni, ami azt jelenteti, hogy a szuper folyadékkal szeretne megerősödni. Lehet, hogy az a terve, hogy megtalálja a folyadék forrását, és a bolygók eladásával tud minél több világot megismerni. Granolának az átlövése, majd ahogy a hősünk a vízbe került, Krillinnek a jelenetét tudta visszaadni, amikor dermesztő lerendezte. Míg az újabb Goku vs. Gus harc mindenben arra ment rá, hogy a csodalátvány legyen előttünk, az ellenség tárgyai viszont megint ingadoztak a korszakokban, mert a kínzó táblák a középkort idézték. A rajzolás eszméletlen lett, amikor össze akarták zárni a táblák Gokut, ráadásul a hangulat olyan hősiességet tudott teremteni, hogy végig a hősünkkel tudtunk lenni. Egy túlélő bemutatót láthattunk, hogy milyen ügyességgel lehet túlélni a hihetetlen erejű fegyverek ellen. Mert ha a korábbi végtag nehezékek nagy gondot tudtak jelenteni Gokunak, a mostaniak még súlyosabbak lehettek. Ő mégis kitért előlük, de volt olyan is, amikor felemelte az egyik táblát és azzal vert szét egy másikat. A harci tervezettség adott a közeli akciókból is, ezáltal pedig a mozdulatok nagyon igényesre sikerültek, azonban a legfőbb látványt a telekinézis képesség jelentette. Olyan nagy dolgokat tudott mozgatni az ellenség, hogy ez ismét dermesztőt idézte, mert ő emelt fel egy akkora sziklát a DBZ-ben, amire építkezni is lehetne. A vonatnak a megjelenése azonban furcsaságot adhat, hiszen ez olyan tárgynak számít, ami a modernséget idézi. Van benne ötlet, hogy Gus végigment a korszakokon a tárgyak teremtésében, és így a vonatot is ő alkotta meg. Ám az is lehetséges, hogy idézte valahonnan, hiszen ha kicserélhet másokat, áthozhat más személyeket, illetve tárgyakat is mondjuk más világokból. Az élmény oltári lett, mivel mozgásban volt a vonat, Gokuék pedig harcoltak is rajta, és mivel a hősünk nem tudta úgy letarolni a vonatot, mint vártuk volna, mindenképp Gus erejet teremthette. Elvégre az nem tűnne valóságosnak, hogy a kék forma nem bír el egy vonattal. Sajnálhattuk, hogy Gus nem használta jobban a lövéseit, hiszen nyíltan kihasználhatta volna azt, hogy Goku nem volt a helyzet ura.
Igaz persze, hogy a valóságban is egy nagyon gyors vonatnak írtózatos lökés ereje lehet, főleg egy olyan vonatnak, ami 350-nel is mehet. Ha pedig azt tartjuk igaznak, hogy Gassé a saját erejéből teremtődött, ezt is hozzáadva Gokura nem kis súly nehezedett. Így ez felérhetett azzal, mintha a hősünk egy óriási gömbbel találkozott volna, ami el akarta nyomni őt. De mivel érződött a szavaiból, hogy az ultraösztön mozgásával is felerősítette a kék formáját, furcsa lett, hogy így is el tudta kapni a vonat. De azzal is megmagyarázhatjuk ezt a jelenetet, ha úgy nézzük, hogy a vonatnak a sebessége egyenlő Gasnak a sebességével, ezáltal pedig Goku alapból lassabb volt egy kicsit Gasnál, és az ultraösztön mozgása tudta kiegyenlíteni némileg a hátrányát. A vízbe kerülés bámulatos látvány volt, mert átjött, hogy Goku a vízben van, míg Gas egy örvényt csinálva választotta szét a vizet a földtől, ami isteni hangulatot teremtett. Amikor pedig az ellenség a jellegzetes pózba tette a kezeit, majdnem ellőtt egy kamehamehát, ezzel pedig bejött volna az egyik teóriánk a kívánsággal kapcsolatban. Ám a golyó így is minőségi lett, és olyan veszélyessége volt, hogy a robbanás majdnem elvitte a bolygót is. Goku pedig közelről kapta be ezt a hatalmas támadást, és még így is megúszta, ami azért jelzi, hogy van erő rendesen a formájában. Kilógónak számít, hogy Monaitól meg akarja gyógyítani Granolát, mivel ezt Müzlivel nem tudta megtenni. De ha sikerrel jár, bejöhet az a teóriánk, hogy fejlesztette a gyógyító képességét az eltelt idő alatt. Azzal, hogy Gas el akarta távolítani a gyógyítót, a dermesztő hangulat jócskán jelen volt, és amint Goku elteleportálta az ellenséget, felkészülhettünk egy azonnali átviteli csatára. Jakónak a jelenléte jó poént tudott adni, de az érdekesebb lett volna, ha ő is becsatlakozik valamilyen módon a küzdelembe. Brilliáns volt, ahogy Goku merőzött a teleporttal, és rajzolásban is kiemelték a jelenetet, amikor pedig suhangattak, olyan erők szabadultak el, hogy az ott lévőknek biztos, hogy bajuk lett volna, ezért kellett Gokunak elvinnie a harcot. Mivel azonban szóba került az, hogy Goku nem érzi annyira a harcot, mint amennyire Bardock érezte, lehetséges, hogy változás lesz a hősünkkel kapcsolatban. Most is elhintették, hogy a fejbeverés óta nem olyan, mint kellene, és ezt lehet, hogy nem csak a viselkedésére értették. Így érdekes lenne, ha valamilyen oknál fogva Gohunak felébredne az igazi énje, és kiderülne, hogy úgy tudna érteni a harchoz, mint senki más, ezáltal pedig Bardocknak is ez volt a különlegessége. Goku és Gas teleportjai azt jelezhetik, hogy a harcuk világokat ér majd el, ami izgalmasnak ígérkezik, de még inkább azt várhatjuk, hogy meg lehet-e menteni Granolát, nagyon várjuk a folytatást. Ha nektek is vannak teóriátok Eleknek a pisztolyáról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek lenne-e különbség a mostani és a csillagharcos viselkedésű Goku között? Ez volt a Sárkányradar benne a DB Super Manga 81. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!